kitakarja az egész testem. Hm? Durva, mi? Durva. Na jó, nem? Oldalra fordultam. Jézusom. Srácok, a mai tesztünk egy professzionális gamer laptop, ami nem marad így. Nem egyébként, tehát rá kell jönnetek a trükkre, zöld póló van rajtam, és a laptop alajában mögöttem van. Csak kitakar. Természetesen csak viccelek, a mai ügyünk egy iszonyatosan kis kompakt, dizájnban nekem rendkívüli módon tetsző 240 Hz-es kijelzővel rendelkező laptop. Szóval egészen pontosan az ROG, azaz Republic of Gamers Zephyrus GX 502-es típusát látjuk itt, annak is egy olyan verzióját, ami nem a 4K 60 Hz-es kijelzővel rendelkezik, hanem a Full HD 240 Hz-essel, amelyikkel kell rendelkezzen. No de ez igazából csak egy kis feature fénye ennek a laptopnak, erről fogunk igazából többet beszélni, de gyorsan essünk túl a többi részén, még mielőtt a kijelzőt ennyire-ennyire szét fogom ajnározni. Szét fogom? Szét. Maga a laptop. Azt látjátok, hogy azt, hogy Zephyrus, és egyébként Janitól elnézést kérek az értetlenségemért a korábbi dolgokkal kapcsolatban, mert arról tudnom kell veled, az, hogy Zephyrus azonnal fel lehet ismerni erről itt, arról, hogy ez is rendelkezik azzal a technológiával, ezt majd remélem látjátok a bírólogban, hogy amikor kinyitjátok a laptopot, akkor ugye elemelkedik a laptopnak az alsó része a teljes háztól, ezzel így kinyomja magát, már teszteltünk Zephyrus gépet, és így a szellőzést elősegítendő tulajdonképpen itt hozzáférést enged a levegőnek a laptop belső alkatrészei számára, így sokkal több levegőt tud egyszerre átmozgatni ugye a belsején a laptopnak, amivel a hűtés sokkal hatékonyabb. Ez ugye csak a Zephyrus laptopokon van rajta. A egyéb iránt az egész gép úgy, ahogy van, kivéve a fedelet, matt fekete, ami a legszebb szín minden nemű számítástechnikai eszköznél. Jó, tudom, Jani szereti az ezüstöt. Némi nemileg. De aki nem értem egyet abban, hogy a MacBookok közül a fekete volt a legszebb. Na mindegy, ezzel egyedül vagyok, de nekem ez a gép így, ahogy van, gyönyörű. A Unibody váz itt is eszméletlenül jól néz ki, szerintem ez az, ami hozzátesz alapvetően ahhoz, hogy ennyire tetszik matt feketében, hogy az éleknél nem látjuk az illesztéseket, csak alul. Tehát az egész felső rész, kivéve itt ezt a utolsó egyhatod részt, teljesen egyben van, és mégis matt fekete, baromi jól néz ki. Új lenyomat mágnes? Igen. Jól néz ki? Igen. Nem kell piszkálni. A te hibád. Tökéletesen beleilleszkedik a touchpad, semmilyen külön világítás, semmilyen külön chrome szél nincs a billentyűknél, semmilyen megkülönböztetett billentyűzet, tehát ami mondjuk átlátszó vagy hasonló, semmilyen más modifikált szín, hanem tökéletes egy az egyben matt fekete megoldást látunk, aminek természetesen a háttérvilágítását lehet állítani, ha erre vagytok kíváncsiak, és ugyanúgy a ROG Armory-val be tudjátok állítani, hogy akármilyen mindenféle csillibili színben világíthat, bár én nem tudom, Jani. Őkünkény. Hát jobban tetszik, amikor nem világít. Vagy mondjuk egyszínű. Mikor egyszínűen világít. Szerintem a fehér a legmenőbb van. Jogos. Ez a matt fekete, ez lehet, hogy a teljes fehér világít a legjobban. Na jó, várjál. Gombagy, természetesen előhívom az ROG gombval az Armoryt. Csak mondom, mert ugye... Ezt megtanultuk már a 150. Asus laptopnál, ami ugye, ha hiszitek, hanem betölt. Amíg ezt átlájátom, addig elmondanám, hogy ez a modell konkrétan egy Intel i7-9750H-val van felszerelve, ami ugye egy 2,6 GHz-es base clock-ú processzor. Az, hogy ez mennyi píkel ki, tehát milyen magasra lehet overclockolni, ez maradjunk annyiban, hogy kísérletezgetés műve, de egész szépen lehet pörgetni felfelé. Illetve egy GeForce RTX 2070 van benne, ugye 8 GB VRAM-mal, ami eszméletlen és baromi jól teljesít vele. Illetve a 240 Hz-es kijelzőt nagyon-nagyon jól ellensúlyozza ez a 2070, azért, mert ugye a legtöbb kompetitív játékot, amit érdemes ilyen magas képfrissítéssel játszani, a szokásos, legalacsonyabb beállításokon baromi jól tudja futtatni a laptop. Na de maradjunk ennél a matfehérnél, maradjunk a lényegnél igazából. Hát ha ez fehér, akkor én meg szamár vagyok. De alapvetően, amit Jani mond, annak van értelme, mert hogy most például ezt a gépet a fehér háttérvilágítással látjátok. Ez azért játszhat egyébként kékben ez a megvilágítás, mert valószínűleg alapvetően kékszínűek a ledek, vagyis egy kék valamelyik árnyalatával világít fehéren, de a lényeg átjön, és korom sötétben valami jól fog kinézni ez a gép. Szóval ezzel sincsen gond, de mindegy, a dizájn győzött.
A mat fekete fehérrel. Yes. A specifikációkra kitértünk. A billentyűzet kiosztás azért, hogy meg tudják őrizni ezt a keskeny kivitelt, hiszen látjátok, hogy mennyire baromi vékony a káva, és ugye alul itt ez a kis szakáka vagy állrész tulajdonképpen egy kicsit vastagabb. Így tudták megoldani, hogy ilyen vékony kávás, egyébként nagyon dizájnos kijelző legyen, és az, hogy eltakarították a webkamerát a vérbe, amit nagyon jól tesznek. Ezzel ugye a dizájn oltárán nem kellett áldozni, csupán annyiban, hogy a billentyűzetet össze kellett csapni, tehát ezzel nem találunk. Numerikus billentyűzetet, egy nagyon érdekes kiskurzor megoldást használnak, ha bár teljes az elosztása a kiskurzornak, mégis egy, tehát szerintem kicsi, én ezeket nem szeretem, én szeretem a teljes kurzort, nem a videójátékokban, hanem egyéb felhasználáskor, és ide lettek kiosztva a page down, page up, end home, stb. Billentyűk ide oldalra. Egyébként magyar kiosztása a billentyűzet, röviden terrel, az egyik legállatabb megoldás, hogyha arra gondoltok, hogy ha valaki ezt a billentyűzetet használja, annak nem jelent komoly gondot átszokni egy USA billentyűzetre, hiszen csak egy rövid shiftet kell megszoknia, hiszen az enter nem csizmácska, hanem itt van az ű, ahol lennie kell. Alapvetően ott kell lennie. Szóval ezzel sincsen gond. A billentyűzet egyébként nagyon-nagyon visszafogott, nagyon konszolidált, baromi jól illik az egész laptop dizájnjához. Annyi kivétel van, ugye, hogy teljesen puritánnak ne lehessen nevezni, hogy itt fent van egy hangerő csökkentő, növelő, egy mikrofonnémító és ugye az ominózus Asus gombunk, illetve belül van a bekapcsoló gomb. Nagyjából ennyi, amennyi itt látható rajta. Csatlakozók tekintetében természetesen a lehető leghigh-tech-ebb csatlakozókkal van ellátva, úgy, hogy nem köti meg azt a kompromisszumot, hogy mindenféle átalakítót kelljen vásároljunk. Ezért ugye nyilvánvalóan megtalálható a 3.2-es USB-től rajta minden az égvilágon, de megtalálható a hagyományos USB és az USB-C is. Itt látjátok, hogy oldalt van rajta a töltőkábel csatlakozó, itt van oldalt rajta a teljes értékű RJ45-es Ethernet csatlakozó, ami ugye killer gigabit, öcsém, nem valami szar, érted? HDMI 2.0 csatlakozó van rajta, ugye itt látunk egy Type-E ugye Super Speed USB csatlakozót, illetve combo jack helyett külön jack csatlakozónk van, fej, hallgatónak és mikrofonnak. Másik oldalon pedig itt látjátok, hogy van további két AUSB csatlakozó, illetve egy USB-C csatlakozó, ami természetesen DisplayPortként is használható. Hátul ezen a részén a laptopnak itt látjátok, hogy itt még jobban látszik talán az, hogy hogyan emelkedik el a laptop az asztaltól a szellőztetés okán. Ugye mind a két oldalon van levegőnyílás, illetve itt hátul eleve van kettő, tehát amikor össze van csukva, akkor is tud egyébként levegőzni, de mindenképpen ezt én nem javaslom így laptop mellett gémelésre, úgyhogy le van csukva, mert olyankor nincsen nyitva ez a szellőző rész. Ami lehet negatívum, én nem tudom, ez a laptop már egy olyan kompakt méret és egy annyira király kis dizájn, hogy én nem biztos, hogy ezt így asztalinak használom, nekem ez a hordozós gépem lenne, ez egészen biztos. Ha a dizájn felől tovább haladunk, alul is látjátok, hogy tökéletes matt fekete, itt jól összegettóztuk a gumit, de legalább az egy funkcionális gumi rajta, mert nem mozog egyáltalán az asztalon. Alul is teljesen matt fekete, és innen ettől a vonaltól látjátok azt a részt, ami így elválik a laptoptól. Ahogy mondtam, az egyetlen egy része nem matt fekete, itt továbbra is, várjátok, megcsillantom. Nyum, látjátok az ujjlenyomatokat? THX. Nem. De gyakorlatilag ezt így kell nézni, így gyönyörű. Ez megint egy szálcsiszolt, egy kicsit ilyen térbeli dizájnnal rendelkező számozott alumínium felső rész, egy ROG logóval. Én nem bántam az Asus-t, és szeretem látni a minőségi alkatrészeket és a minőségi anyagokat a laptopba, és egy ilyen árértékben, ahol ez a laptop helyezkedik el, tehát ez egy magas árfekvésű laptop, szereti az ember a fémet érezni, stb. De úgy megnéztem volna ezt egy ilyen sima matt feketében, mert úgy megvesznek kilóra vele, mint a szar. Ezt nem én mondtam. Rátérve a kijelzőre, ennek a laptopnak a kijelzője is az Asus-tól mostanában megszokott IPS-szerű kijelző, tehát nem az, és ugyanazokat a szabványokat meglátjuk rajta, ugye ez a Pantone Validated, és a többi, és a többi. Úgy tűnik, hogy a gamer gyártók megszereztek 3 vagy 4 olyan licenszt, amivel hitelesítenetlen monitorjukat, amik ugyanolyanok, mint 3 évvel ezelőtt voltak színhűségben, de most már Pantone licenszel rendelkeznek, amik valójában a végfelhasználó számára nem túl sok mindent jelentenek. A másik, ezeknek a kritériumait azért fel kell fogjátok, hogy ki lehet egy kicsit úgy játszogatni, tehát ez nem egy IPS paneles kijelző, viszont egy 240 Hz-es Full HD-s kijelző, aminek 3 millisekundumos válaszideje van, és gyakorlatilag ugye most ez a képfrissítés a relatív csúcs
a gamer laptopokban, és ezzel a hardware-rel, ami ebben van, igencsak ki lehet pattintani. Majd látjátok a benchmarkoknál, hogy igazából azokra a játékokra koncentráltunk főleg, amikkel el lehet érni ezt a fajta FPS-t, és akkor én azt gondolom, hogy egy nagyon potens, nagyon erős laptopról beszélünk, ami természetesen nem csak gamingre való, mert egyébként pontosan ez az a visszafogott dizájn, ami szerintem baromi jól áll neki, és már arra gondoltok, hogy most ezen lovaglok, de ugye a gaming laptopok manapságban azért csúcs hardware-rel vannak ellátva mind. Igaz, hogy neki különleges a kijelző, és természetesen G-Sync is csatlakozik, ugye, mert hát ilyenkor már azért szükség van erre is. De ha ezt a laptopot így előveszitek egy üzleti megbeszélésen, akkor ez még mindig egy matt fekete gép így kinyitva. És hogyha ezt a fehér háttérbélegítást használjátok, szerintem senki nem fogja megszólni a másikat, hogy nőj már fel. Ez egy nagyon-nagyon jó dizájnú laptop, és megmondom őszintén, hogy engem ez fogott meg a legjobban benne, attól függetlenül, hogy a hardware brutális, és a kijelző egy állat. Természetesen, ahhoz, hogy ilyen magas FPS-en akármelyik játékot tudjuk futtatni, vagy alacsonyabb FPS-en, de a komolyabb gémeket, egy ekkora form faktorban, nyilvánvalóan kompromisszumokat kell kötni azzal kapcsolatban, hogy a hőeloszlás hogyan fog megoldódni. Itt látjátok, hogy már olyan extrém dolgokra vetemettek, hogy szétnyitják a házat. Na most, ha valakinek az a kérdés, hogy elég-e ez ahhoz, hogy leütsék a laptopot? Igen. Elég-e ez ahhoz, hogy meglegyen a csendes, fékhogy laptopunk. Igen! Ha PUBG Lite-oztok teljesen alacsony beállításokkal, és mondjuk 60 FPS-re keppelítek a játékot, akkor igen. Egyéb iránt egy komolyabb ipari porszívóval felveszi a versenyt a laptop, amit nem kell szégyelni, mert ez van, és ezért találták fel a jó kis zárt fejhallgatókat, hogy ezt ne halljátok. Akit pedig zavar, hogy mellette ül valaki, akinek tulajdonképpen a felső bőrréteget közvetlenül azután, hogy leégette a szőrt a kezéről, elkezdi bontani, azokkal nem kell foglalkozni. Üljön messzebb. De alapvetően igen, ez a gép is valami hangos lesz, és okádja majd a meleget, de srácok, valamit valamiért, és én mindig azt gondolom, hogy ebben a formfaktorban ez a teljesítmény megköveteli. Mert ugye, ahol lökés van, ott húzás is lesz. Mondjátok el ti is a véleményeteket, mit szóltok ehhez a géphez, hogy tetszik nektek? Ez a Zephyrusnak már sokadik generációja, mit láttatok volna szívesen a Zephyrustól, ami esetleg nem valósult meg? Mert én úgy érzem, hogy igazán egy ilyen gaming középiskolásból egy egész komoly felnőtt lett ebből a laptop családból. Kommenteljetek, meg lájkoljatok, ha tetszett a videó, és legközelebb találkozunk. Na, szevasztok!